Köszöntöm Önöket, ez a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, a Köztér. Benne pedig, ahogy már néhány héttel ezelőtt említettem, folytatódik az egyes számú székesfehérvári egyes számú lakás fenntartó szövetkezettel kapcsolatos ügyek, kérdésekről szóló vélemények, beszélgetések. Ahogy azt már láthatták a Fehérvár Televízió híradójában, a jogi lépések, a jogi ügyek nem értek véget, hiszen a Köztér műsora alapján állt nemrégiben a törvényszék előtt Farkas Károly. Ez az ügy folytatódik, nem zárult le. Stúdiónk mai vendége Szabó Melinda, akivel szintén az egyes számú lakásfenntartó szövetkezetről beszélgetünk, mégpedig azzal kapcsolatban, mert többször elmondtuk itt a Köztérben, hogy létezik egy LOSZ nevezetű szervezet, és hogy ez tulajdonképpen mit is takar, Melinda? Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Hát a LOSZ az egy rövidítés, a Lakásszövetkezetek Országos Szövetségének a rövidítése, ez egy civil szervezet, érdekvédelmi szervezet, amelynek az elnöke tulajdonképpen Farkas Tamás. Farkas Tamással a szövetkezet a tagjai találkozhattak a 2014-es botrányos küldöttgyűlésen is. Per pillanat, vagyis 18-ban Farkas úr lemondott, és átvette az elnöki feladatokat Szabó László, de ugyanúgy elnökségi tag maradt Farkas Tamás. A felügyelőbiztosi teendőket pedig a szövetkezetünk ügyvezetője Farkas Béla látja el. Ez azért is érdekes, és azért lenne érdemes erre egy picit kitérni, mert a Farkas Tamás tulajdonképpen az ő önéletrajzi állítása szerint 2009 óta nyugdíjas, de főállásban ellátja a lakásszövetkezeteknél az elnöki teendőket, ellátta 18 cég. Azon kívül megtudtuk azt is az önéletrajzából, hogy 1994 óta, 16-ig, mert itt jelenleget ír, de itt az adatok 16-ig szerepelnek, a Kormányzati Lakáspolitikai Tanácsadó Testület tagja. Tehát a LOSZ-nak, mint érdekvédelmi szervezetnek nagyon-nagyon nagy befolyása van a törvényalkotásra. Ezt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, akár pozitív irányba, akár negatív irányba. Nem tudom, hogy a költségmegosztókkal kapcsolatban tulajdonképpen az, hogy bevezetése kerültek Magyarországon, annak ellenére, hogy 12-ben született meg az erős irányel, de a LOSZ segítségével ez már 2001-ben a mi szövetkezetünknél keményen bevezetése kerültek. Ez a LOSZ, ez most akkor a szövetkezeteknek az érdekképviselete, vagy pedig a szövetkezeti tagoknak? Ez nagyon jó kérdés. Hát én úgy fogalmaznék, hogy vannak kérdőjeleink, és szeretnénk ezeket tisztázni. Ezért próbáltuk lehívni a LOSZ elnököt is, hogy jöjjön le, tájékoztasson bennünket, de az új elnök sem volt erre hajlandó. A régi elnökkel kapcsolatban a megnyilvánulása, amikor 14-ben kijelentette, hogy minden törvényesen történt, holott aztán a bíróság végérvényesen ítéletben meghozta, hogy jogszerűtlen volt az összehívás, a Farkas Tamás úr minden törvényesnek talált. Én egy hosszú e-mailváltásom volt vele, ebből is kiderül. Azon kívül nagyon érdekes, mert több cikket írt Farkas Tamás, ami eléggé hajmeresztő. Az egyik ilyen az, amikor kifejti azt, hogy elképzelhetőnek, megvalósíthatatlanak tartjuk már, mint a LOSZ, hogy létrehoz egy lakásszövetkezeti társasházi ellenőrző szövetséget, ezt a LETESZ-t. Ennek a működésére kapcsolatban is érdekes, hogy honnét akarnak pénzt beszerezni, tehát tagdíjakból. A lakásokhoz kötött lakásonként 15-20 ezer forintot gondoltak a tagdíjként, aztán a kötelező regisztrációs díja, de nem is ez a lényeg ebbe a kifejtett, hogy képzeli a jövőt, hanem az, hogy a közhiteles nyilvántartás vezetését vállalna ez a LETESZ. Ezen kívül úgy gondolják, hogy neki kellene benyújtani a lakásszövetkezeteknek a pénzügyi beszámolót és a mérleget. Tehát nem a NAV-nak, hanem egy civil szervezetnek, ami az én megítélésem szerint eléggé aggályos. Ezen kívül kifejti a cikkébe továbbmenve, hogy azt is el tudjuk képzelni, hogy teljes körű törvényességi felügyeletet átvegye a cégbíróságoktól ez a LETESZ. Hát
nem is tudom, hogy ilyen ötleteket terjesztenek elő a törvényalkotók fele, akkor ez nagyon aggályos a LOSZ-nak a működése. Most már annyiszor emlegettük ugye a LOSZ-t, illetve a LOSZ korábbi elnökét is, 2014 is szóba került, hogy akkor, ahogy azt már említettük is, akkor megszólaltattuk őt. Nézzük, hogy hogyan nyilatkozott Nagy Zoltán Péter szerkesztő kollégámnak. Ön meghívott vendégként volt benne? Igen, de nem szeretnék nyilatkozni. De miért nem szeretne nyilatkozni? Arról biztos tud, hogy tagokat zártak ki, ön viszont nem tagja az egyes számú lakásszövetkezetnek. Tudom, hogy meghívták. De mi az oka annak, hogy az egyes számú lakásszövetkezet tagjai a saját küldött ülésükre nem tudtak bemenni, ön viszont a LOSZ elnökeként természetesen bent lehetett. Nézze, a szövetkezet igazgatóságának van egy feladata, hogy a küldőgyűlés törvényességét, lebonyolítását, annak rendjét szabályozza. Én ebben nem kívánok beleszólni. A küldött ülés rendje az nyilvános, mint tudjuk. Hát a küldött ülés nyilvános volt, addig, ameddig a tagok vagy a küldöttek hogyan szavaztak. Hát majd kérdezzék meg az elnök urat. Megkérdezzük őt is, de azt meg tudja mondani, hogy azok az emberek, akik az ajtót elállják a tagok elől, azok vajon miért állják el? Ő, mint a LOSZ elnöke, biztos, hogy tudja. Jó, hát én nem tudok az ő nevükben nyilatkozni, meg nem is szeretnék. Ne haragudjanak, én nem tudok ebbe állást foglalni, mert én is úgy érkeztem ide, hogy ezt tapasztaltam, úgyhogy... De ugye azt érzi, hogy ha valaki tudna választ adni, az például ő és a Farkas Béla úr. Én ezt a választ tudom önnek adni, meg a jelenlévőknek is, hogy, nem tud választani. Hogy a küldőgyűlésre a szövetkezet igazgatóságának kell a lebonyolítás rendjéről, törvényességéről gondoskodni. Hát ők így gondoskodnak akkor. Nem a küldőgyűlésnek a rendjéről, az én legjobb tudomásom szerint a szövetkezet házi szabálya, vagy szervezet és működési szabályzata dönt, illetve a szövetkezeti törvény. Van egy lakásszövetkezeti törvény, az szabályozza annak megfelelően. Én úgy látom, hogy azért törvényesen folyt le. De az én legjobb tudomásom szerint minden küldött ki lett zárva, aki tanácskozási joggal bent kellett volna, hogy legyen, bent lehetett volna. Küldött. Nem küldött, bocsánat, tagok, szövetkezeti tagok, bocsánat. Jó, hát én ebben nem kívánok önöknek nyilatkozni. Jó, rendben van. Azt megkérdezhetem, hogy mint szövetkezeti elnök volt itt, ugye, kvázi felügyeleti szervként volt jelen? Nem felügyeleti szervként, érdekképviseleti szervezetként. Azt meg tudná nekem mondani, hogy a lakásszövetkezeteknek gazdasági szempontból és jogi szempontból mi a felügyeleti szerve, hova tartozik a lakásszövetkezet? Hát a lakásszövetkezeti törvény szerint ugye a lakásszövetkezet jogi személy, és a jogi személyek felett a törvényességi felügyeletet a cégbíróság, a területileg, helyileg illetékes cégbíróság látja el. És gazdasági szempontból ki a felügyelet? Gazdasági és törvényességi felügyeletből, mert oda kell benyújtani. A cégbíróság ezt visszautasította, mondta, hogy gazdasági dolgokban nem tud beleszólni. Hát sajnálom, akkor kérdezzék meg még egyszer, nem tudok mit mondani. Én úgy tudom, miután oda kell benyújtani a mérleget, az eredménykimutatást, a beszámolót, akkor gazdasági értelemben is törvényességi felügyelet. Ők ezt visszautasították, és az APEC is ezt mondta, hogy hozzájuk sem tartozik. Az én legjobb tudomásom szerint csak az ügyészség, ha ügyészségi feljelentés van, akkor nyúlhat hozzá a gazdasági dolgokhoz. Az ügyészség? Igen. Abba igaza van. Tehát csak feljelentés alapján indíthat vizsgálatot. De a jelenlegi állapotban a NAV jelentése alapján más nincsen, aki felügyeleti szervként járhatna el a szövetkezetekkel szemben? Nincsen. Nos, hát ez volt az összeállításunk 2014 áprilisából. Elég érdekesnek tartom, mert a LOSZ elnöki teendőit évtizedek óta ellátja Farkas Tamás úr, és ennek ellenére ennyire nincs képbe, ezt nagyon, nagyon aggályosnak tartom. Hát volt, amit azért tudott szerintem, tehát tudta, hogy a cégbíróság, a felügyeleti szerv, a gazdasági... A törvényességi felügyeletét. Csak éppenséggel ő volt az a múltkori tévéműsorban, éppen kifejtettük, hogy gondolkodik a cégbíróságok működésével kapcsolatban. Tehát a cégbíróság magától nem indít eljárást. A tagi eljárásra hoznak egy végzést, a szövetkezet erre válaszolt,
Hát épp példaként hoztam fel, hogy 16 óta nem tudom elérni az, hogy kúriai végzés van, másodfokú végzés van, hogy szövetkezet adja ki a dokumentumokat, és mind a mai napig nem hajlandó kiadni a szövetkezet. De hogyha érdekképviselet, most hangot hozott el itt, hogy érdekképviseletként volt a rossz, akkor például hozzáig nem fordult, hát hogyha érdekképviselet... Én fordultam, a hosszú levelezést folytattam a Farkas Tamás úrral, közölte, ő állítása szerint minden törvényes volt. Hát a bíróság aztán bebizonyít, bírósági ítéletbe kiderült, hogy itt semmi nem volt törvényes az összehívással kapcsolatban. De nagyon érdekes itt, hogyha már a Farkas Tamás úrról van szó, hogy hogyan is működött ez a gazdaságilag ez a lakásfenntartó, vagy a LOSZ Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége. Hát a 18. november 28-ai küldőgyűlésből derült ki az, hogy itt ő, mint elnök, egyszemélyes rendelkezési körbe tartozott a bankszámlautalások feletti rendelkezés. Ugyanakkor az is érdekes volt, hogy a szövetkezet szolgálati gépkocsijának használati rendjében magánhasználata, tehát elrendelték azt, hogy sem menetlevél dokumentáció nem volt semmi, magáncélra minden további nélkül használta a szövetkezet gépkocsiját magáncélra. Ezt megszüntették a jövőben, rendszere megszüntetésre került. Tehát Szövetség? A szövetségnek a gazdálkodásával kapcsolatban, hogyha egy picit utána nézünk, és a rendelkezésre álló adatok alapján világosan kiderül, hogy ez a szövetség, ez hosszú, jó ideje már mínuszban van, tehát állandóan, tehát rosszul gazdálkodik. A felügyelő bizottsági feladatot tulajdonképpen a mi ügyvezetőnk látnak kellene ellátni. Akkor én feltenném a kérdést, hogy milyen ellenőrzés folyik annál a szövetkezetnél, és szüksége van egy olyan civil szervezetre, amelyik nem tudja önmagát eltartani. Egyébként mi van akkor, hogyha egyes szövetkezetek nem tartoznak ebbe a szövetségbe? Az jár valamilyen hátrányal? Egyáltalán milyen tevékenységet folytat ez a LOSZ? Hát a törvényalkotásban keményen belefolyik, tehát ezt majd a költségmegosztóknál világosan lejönne. Az, hogy milyen haszna van a szövetkezetnek, ezt nem tudjuk. Itt az adatokból az derül ki, hogy itt bizony egyes illetőknek, tehát származik itt anyagi haszna ennek a fennlétéből, és igyekeznek fenntartani. Például itt a beszámolóból derül ki az, hogy a LOSZ elnök 300 ezer forintos havi juttatásból részesül. Akkor kiderül az is az itteni beszámolókból, hogy például 15-ben az elnök helyettesek, a felügyelőbizottság, mármint Farkas, ez a mi szövetkezetünk ügyvezetője, felügyelőbiztosai 61.500 forint havi juttatásba részesül. Tehát bennem, és nagyon sok tagba felmerülne az, hogyha ilyen javaslatokkal, mint amit előbb mondtam, ezt a letesz, ilyenekkel áll elő, a negatív gazdálkodási mérleget produkál. Azon kívül, hogyha megnézzük, hogy létrehozta a LOSZ otthonunk alapítványát 2000-ben, amelynek az egyik célkitűzése az volt, hogy a nyugdíjas házakat propagálja a Magyarországon. Ennek a lebonyolítása is nagyon érdekes volt, mert itt írja a LOSZ alapító okiratában, hogy az alapvető céljai továbbá a nyugdíjasházi szövetségek számának növelése Magyarországon. Ez a LOSZ otthonunk alapítványa tulajdonképpen 2000 májusában alakult meg. De a mi szövetkezetünk már január 18-án hozott egy olyan igazgatósági határozatot, amelyben az áll, hogy az elnököt és Farkas Béla ügyvezetőt felhatalmazzák a Fehérváron épülő nyugdíjas házban, hogy a tárgyalásokon részt vegyen, hogy végső célban a szövetkezet szeretné megkapni az üzemeltetést. Ez volt az eredeti küldőgyűlési, vagy igazgatósági határozatban. Velünk már nem ezt közölte a szövetkezet. 2001-ben, tehát a következő évben egy-két tag a tagértekezeteken felvetette az ezzel kapcsolatos kérdéseit.
Ennek hatására a Szövetkezet a Szomszédok című újságban közölte az igazgatósági határozatokat. Az ötös számú igazgatósági határozat az így hangzott, hogy a nyugdíjashez szervezésével kapcsolatos tevékenységre hatalmazta fel az elnököt és az ügyvezetőt. Tehát az eredetibe az állt, hogy a megbeszélés tárgyalásokon részt vegyen, mert az üzemeltetést akarta megszerezni a szövetkezet. Velünk már nem ezt közölték, hanem a szervezést. Tehát ez azért teljesen más. Melyik nyugdíjasházról van szó? A Fehérváron alakult itt a táncház közelében, a táncháza majdnem szemben lévő nyugdíjasháza. Mert közben mi zajlott le? Közben Farkas Béla a Salétrom utca 17-es számú lakásában november 1-én, 2000-ben, november 1-én megalakult a Dentre Kft. Három alapító tagja van, egy holland vállalkozó, amely a törzsbetétje 2.800.000 forint, Farkas Tamás és Farkas Béla, mint szövetkezeti tag, 100.000 forinttal járult hozzá. Ez a Losz elnök Farkas Tamás? Igen, tehát a Losz elnökről van szó. Ami nagyon érdekes, mert itt számokkal, betűkkel ki van írva, hogy törzsbetétként 2,8 milliót rakott be a holland vállalkozó. Most 19-ben a Fehérvári törvényszékre Farkas Béla beadott májusban, 19 májusában egy olyan papírt, amiben közli, hogy a holland vállalkozó törzstőkéje az 280 millió forint volt. Hát a 2.800.000 forint és a 280 millió között azért van tetemes különbség. Hogy kinek is volt haszna ebből a nyugdíjas házból? Tehát az volt a cél, hogy a szövetkezet megkapja az üzemeltetést, és a szövetkezet üzemeltetésével mi tagoknak a befizetései csökkentek volna. Ez nem így történt, mert a jelenlét években megtudjuk azt, hogy Farkas Béla és Farkas Tamás ügyvezetősködött felváltva ennél a nyugdíjas háznál. A volt feleség Farkas Bélánél végezte a könyvelést, Szászó György volt a könyvvizsgáló. Ő 11-ben Farkas úr, itt eléggé botrányos dolgok történtek a nyugdíjas háznál, mert eljutottak odáig is, hogy a villanyt kikapcsolták, meg a hollanddal feljelentések is voltak, rendőrségi vizsgálat is zajlott, nem tudjuk, én ez ügyben nem tudok részleteket. De az tény és való, hogy 11-ben Farkas úr lemondott az ügyvezetőségtől, és el is jött a nyugdíjas háztól, hozta magával Szászó Györgyet, mert 12-ben a küldőgyűlésünk megszavazta, Szászó György átkerült hozzánk könyvvizsgálónak. És érdekes módon az ügyvéd úr, a mi szövetkezetünk ügyvédje volt, ott is az ügyvédi teendőket ellátta. A gondnok asszonya kapcsolatban hallottam információkat, hogy a gondnok asszony is jött a szövetkezethez, de ezután utána kell járni, mert ezt én pontosan nem tudom. Az tény és való, hogy a jegyzőkönyvi, tehát a nyugdíjasházi jegyzőkönyv, a tagértekezeti jegyzőkönyvből kiderült, hogy vagyonvosztás is volt, meg törvénytelen működést is állapítottak meg. Tehát hogy mondjam, ebből azt szerettem volna egy picit ízelítőt adni, hogy a LOSZ hoz egy alapítványt, amelynek az egyik célkitűzése az volt, hogy Magyarországon növekedjenek a nyugdíjas házak. De tulajdonképpen, mint ahogy itt az adatokból is kiderülnek, nem nekünk tagoknak az érdekei lettek itt képviselve, hanem bizonyos LOSZ vezetőknek. És én ezt vezetőhöz méltatlan a hozzáállásnak tekintem. Mert az eredendő ötlet az nem lett volna rossz, hogy ezáltal a szövetkezeti tagoknak a költségei csökkentek volna. Gondolom, hogy ezzel egyetértettek a szövetkezeti tagok is, hiszen a befolyó bevételből nyilván mérsékelni lehetett volna a nagy közösből a díjakat. Gondolom, hogy ez volt az alapkoncepció, amit a tagoknak ismertettek. Ez lett elfogadva az igazgatósági határozatba, de velünk már nem ezt közölték. Tehát ezt is aggályosnak tartom, hogy a tagságot sorozatosan félrevezetik. Hogy milyen félrevezetések történnek, az nagyon jól mutatja a költségmegosztós kérdéskör is. A költségmegosztós kérdéskört tulajdonképpen szintén a LOSZ otthonunk alapítványához köthető. Ott az LOSZ otthonunk alapítványában kuratóriumi vezető lett, kuratóriumi tag lett a TEHEM vezérigazgatója, Tófalvi György. A Farkas ügyvezető azonnal, a mi ügyvezetőnk azonnal felügyelő biztosi teendőket kapott ott is. Ami érdekes, hogy
A nyugdíjas, vagy a költségmegosztókkal kapcsolatban ez szintén az egyik rosszos beszámolóba, tehát a 13. évi beszámolóba olvastam, hogy Farkas úr, amikor a LOSZ felügyelőbizottságának beszámolója tartotta, kijelentette, hogy az utóbbi időben a fűtési költségmegosztókhoz kapcsolódó panaszok száma ugrásszerűen megnőtt. Nem 12-ben nőtt meg a panaszok száma. Ez folyamatosan tagértekezleti emlékeztetőkkel, dokumentumokkal, levelezésekkel bizonyítani lehet, hogy igenis, hogy ez már a kezdetektől kezdve problémát jelentett, hogy milyen elszámolások vannak. És hogy nagyon aggályosnak tartjuk a költségmegosztóknál az egész bevezetést. Tulajdonképpen átnézve a LOSZ anyagokat, kiderül az, hogy a TEHEM, mint pártoló tagja a LOSZ-nak szerepel, tehát a TEHEM Kft. Na most ezzel a LOSZ otthonunk alapítványával szintén a szomszédokba közlik velünk, hogy javaslatot terjesztettek elő, hogy a LOSZ alapítványban lépjen be a szövetkezet. Ezzel az a gond, hogy 19-ben, amikor a közgyűlésünk volt, ott az egyetlen egy határozati pont, C pontja vagy D pontja, nem emlékszem már pontosan, hogy melyik, az egyértelműen kimondta, hogy bármilyen érdekvédelmi szervezetbe való belépés, kilépés, az kimondottan közgyűlési hatáskör. Tehát a küldőgyűlésnek nem is lett volna hatásköre, tehát jogköre ebbe dönteni. De ami érdekes volt, mert a tagság elkezdett érdeklődni a LOSZ otthonunk alapítvány után, az egyik tag törvényességi eljárást indított, ez a 31/2007-es, itt a szövetkezet ügyvédje beadja a papírt, hogy a szövetkezet vitatta, hogy bármilyen alapítványba belépett volna, és hogy fizetett volna az alapítványnak. Tehát gátlástalanul állít valótlanságokat a bíróságon. Holott, ha megnézzük a 19-2000 évi küldőgyűlési határozatot, egyértelműen kiderül, hogy beléptek a LOSZ alapítványába, és tagdíjat is fizettek, sőt, mindjárt Farkas Bélát delegálták is. Na már most, megalakul 2000 májusában az alapítvány, és bevonják a TEHEM-et, mint gazdasági Kft-t, és ettől kezdve a TEHEM óriási megrendeléseket kap a szövetkezettől. Nem tudjuk, hogy milyen összegekbe, csak itt például kiderült a Széphővel folytatott levelezésből kiderül az, hogy a szövetkezet megbízta az épületeknek, a fűtésrendszerének az áttervezésével. Ezek a tervdokumentációk sehol nem találhatók. Ez is aggályos. Aztán, hogyha megnézzük, hogy kerültek bevezetésre. A LOSZ elnök jelenti, hogy azért a jó szövetkezeti, azért legjobb kezelési mód a lakásszövetkezetek, mert egy tag, egy szavazat joga, és általában a közösség együtt dönt. Ezt Farkas Tamás jelentette ki 2013-ban. Na már most, a mi szövetkezeti tagjaink világosan tudják, hogy ez a mi szövetkezetünknél nem működik. Mi késztények elé vagyunk állítva. Ilyen késztény volt az, hogy 2001-ben közlik velünk, hogy a gazdasági minisztérium egy pályázatot írt ki, ennek a pályázatnak értelmében, de ez május 12-én kaptuk, ami lényeges, akkor szereztünk róla tudomást. Aki nem engedi felszerelni, az büntetést fizet, és közlik velünk, hogy ilyen és ilyen összegbe kell hozzájárulást fizetnünk hozzá, és a tagoknak a háromnegyedének a beleegyezésekkel. De május 12-én értesítenek, akkor szerzünk tudomást, 21-én közlik, hogy 30-án jönnek szerelni. Tehát itt már minden le volt zsírozva, annélkül, hogy bennünket előzőleg megkényeztek volna. Utólag próbálták lepapírozni a dolgokat a szokásukhoz híven. Hát erre a május 12-ére, én május 20-án egy levelet írtam a szövetkezethez, és kérdéseket tettem fel, hogy ultimátumként közli, hogy aki nem engedi beszerelteni a költségmegosztókat, ugyanaz egy lakosra jutó átlagköltség plusz 20%-ot fizet. Először is ez nem tájékoztatás, mennyi a nyert pályázat összege, mire lehet felhasználni a kívánt befektetés, mennyi idő múlva térülne meg, milyen előnyökkel járna ez a lakókra vetítve, milyen jogcímmel sújtanák a leszavazókat. Tehát egy csomó kérdést tettem föl erre. És kapott rá választ? Hát ilyen sinnyen-binnyen igazi érdemi válaszokat nem.
És javaslatot tettem, hogy nem ilyen egyedi költségmegosztókat kell felszerelni, hanem nyílászárókra, amit majd később aztán a panel programban valóban csinálnak. Tehát a nyílászárókra és a szigetelés sokkal fontosabbnak tartom. És kifejtettem azt is, hogy természetesen nem zárkozom el a fűtéskorszerűsítéstől, ha tényszerű adatokkal igazolják, hogy az önök által tett ajánlott gazdaságosságát. Az elzáró szelepeket nem tartom rossz megoldásnak, de a kalkulált számított értékek nem valós fogyasztás mérnek. Mind a mai napig fenntartom ezen állításomat, hogy a tehemes költségmegosztók teljesen alkalmatlanok arra a célra, amire alkalmazzák. Ugye héttel ezelőtt volt itt nagyjából múlt héten csütörtökön Szóterákos a szép igazgatója, és ő például ugye arra a kérdésre, hogy hitelesített mérők ezek ugye egyértelműen mondta, hogy nem. És az is elhangzott, hogy az egyetlen egy hiteles mérőeszköz az a szép hőnek a fő mérője, ami szerepel. Igen, ez nagyon-nagyon lényeges, ezt már a jó ideje én is hangsúlyozom, de itt ezzel a 2001-es dologgal kapcsolatban most szeretnék bemutatni egy levelet, amit most kaptam Farkas úrtól 2019-ben, október 30-án, nem is olyan régen. 2001-es levél kapcsolatos dolgokban. Azt állítja Farkas úr, hogy alapvető tévedésben él a szokásos irányomban megjelenő nyilvánulások közé tartozik az ilyen leírás. Ez alkalommal még egyszer és utoljára tájékoztatom. Az eredeti költségmegosztókat 2003-ban szerelték fel. A beruházás teljes egészében állami támogatásban valósult meg. Mi a tény? Nem 2003-ban, 2001-ben már elkezdték. Akkor nem teljes egészében állami beruházás volt, 30%-a volt állami beruházás, a többit mi fizettük. Tehát körülbelül ehhez a Farkas Béla hitelességét most nem szeretném rontani, de egy csomó olyan ellentmondásra tudnék rámutatni, amely mutatja, hogy teljesen mást állít, mint ami a valós tények. Például nagyon érdekes az, hogy kijelenti azt, hogy 2014-ben, hogy amikor az első ampullás költségmegosztók felszerelése kerültek, akkor nem voltak modernebbek, ezért került ennek a felszerelésére sor. Hát én a tehemmel folytatott levelezésből egyértelműen kiderül, hogy már 1998-ban megvolt az optikai, tehát nem is értem, amit 2006-ban szereltek fel. Tehát majdnem rá 10 évre. A rádiós 2003-ban megvolt, amit tulajdonképpen 2015-ben szereltek fel. Tehát olyan látszata van az egésznek, minthogyha lett volna egy csomó raktárkészlet, amit úgy gondolták, hogy kelet-európaiakhoz át tudunk sózni, és akkor itt eladjuk. Ebből a levelezésből az is nagyon érdekes, hogy például azt állítja a tehen vezérigazgatója, hogy soha nem volt olyan, hogy kiszabtak volna egyes lakóknak, amikor 49 négyzetméteres lakó, 40 lakásról van szó, havonta fizette az általánt, és év végén kihoztak neki egy 560 ezer forintos plusz számlát, még pluszba. Hát itt az újságcikk, amiről azt állítja a tehen vezérigazgatója, hogy nem létezik, hát itt nyilatkozik a tehen vezérigazgatója. Tehát ennyit a hitelességről. Azon kívül, itt szóba került Sauter úr, szintén szeretném megmutatni azt a Sauter úr által tett kijelentést, amit én személy szerint Sauter urat nagyon tisztelem és nagyra tartom, és az a meglátásom, amióta ő a szép vezérigazgatója, sokkal jobban mennek a szép hőnél a dolgok. Tehát kijelentette, vagy azt nyilatkozta, hogy sajnos a 30-40 esztendeje épült panelépületeknek nem alkalmasak arra, hogy lakásonkénti hőmennyiséggel osszák meg a költségeket. Tehát nekem van olyan dokumentumom, amiben Farkas Béla kijelenti, hogy majd vissza kell fizetnünk a pályázati támogatásokat, amennyiben nem tudjuk igazolni azt, hogy mennyi volt az épület hőmennyiség megtakarítása, akkor hogyha leszereljük a költségmegosztókat. Hát ennél nagyobb hülyeséget még nem hallottam. A költségmegosztóknak semmi köze a méréshez, mert ahogy itt is elhangzott, Sauter is azt mondta a műsorban, egyetlen egy hiteles mérő van,
a épületenként, ez a szép hőnek a mérője. Ha a költségmegosztott leszerelem, a szép hő mérője akkor is mutatja az energia megtakarítást. Meg aki sporolni megtanult, meg szeret tartalékoskodni, az gyakorlatilag egy szemléletet képvisel, és az teljesen mindegy, hogy átlánydíjat fizet, akkor is, hogyha meleg van a lakásban, akkor lejjebb veszi a fűtést, legalábbis én így gondolom. Biztos, hogy nagyon-nagyon nagy szerepet tud játszani az, hogy ha milyen beidegződések lettek. Tehát az én megítélésem szerint a költségmegosztókkal való megtakarítás, amitre azt állítják, hogy 40, mert én láttam statisztikát, amit a régi Széphő ZRT, a Pályer úrék készítettek, hát azt, ha megnézte volna egy statisztikus, aki járatos, hogy kell a statisztikát elkészíteni, az szerintem a haját tépte volna. Olyan kimutatások alapján kihozták azt, hogy 45%, 35% energia megtakarítás volt. Az én megítélésem szerint az energia megtakarítás az ablakcserékből, a külső szigetelésből tevődik, de legfőképpen abból, hogy a lakók nem merik kinyitni a radiátort. Tehát egy csomószor kértem már a szövetkezet igazgatóságát, hogy csináljon egy összesítőt arra nézve, hogy épületenként hány helyen van nullás fogyasztás. Tehát azt kellene megnézni, mert aki kimeri nyitni a radiátort, az fizeti azoknak is, akik egyáltalán nem nyitják ki a radiátort. Meg én látom olyat, hogy gáztűz helyen melegítenek, ami életveszélyes, tehát a többieknek az élet, tehát veszélyességét, igen. Vagy olyan, hogy letakarják különféle trükkökkel, alumíniumfóliával. Tehát nagyon sok variáció van. Tehát a költségmegosztókkal dönteni kell, tehát mindenképp el kellene érni a törvényhozókat, és világossá tenni, hogy a Magyarország, amit Szautár is mondott, magyarországi panellakások alkalmatlanok. Valóban Magyarország nem tett eleget a 12-re, 16-ra ezt állítólag be kellett volna szerelni, de alkalmatlanok, mert a 12-es EU-s irányelvben van egy olyan, hogy kivéve, hogyha nem gazdaságos, hogyha nem megvalósítható. A szövetkezet ott is hibát követette, hogy tulajdonképpen már a kezdetekkor az üzlethelyiségekbe is, tehát minden olyan helyiségben, ahol megvalósítható lett volna, ezt meg kellett volna valósítani. Ezt a szövetkezet vezetősége nem tette meg. Nagyon jól kiderült az, hogy ezt tulajdonképpen 17 körül csinál, 16-17 körül csinálták meg, mert akkor volt az, hogy olyan mértékben megnövekedett a költségmegosztók iránti elszámolás, amiről Farkas úr először azt mondta, hogy negyedéves díj, majd utána az a 21 millió, ami már több adásban is szóba került, hogy az első negyedéves díj nem lett kifizetve, majd azt mondta, hogy féléves díj nem lett kifizetve, majd amikor 17-ben itt a Széphőnél volt egy fogadónap, és utána az újságírónak a kérdésére azt nyilatkozta, hogy az a több mint 21 millió, az két éves díjat akar. Meg lehet nézni, az újságcikkbe le van írva. Tehát azt kellene tudatosítani a törvényalkotókba, hogy a panellakók kisjövedelműek. A kisjövedelmű panellakóknál valóban cél az energia megtakarítása, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése, bizonyos kvótákat elvállaltunk. De az nem mehet annak rovására, hogy a komfortfok a lakásnak lerobbanjon. Mert azokban a lakásokban, ahol nullás a fogyasztás, ott képtelenség, hogy normális hőmérsékletet előállítsanak a csövekkel. Én köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és hát a nézőknek megígérjük, hogy folytatjuk majd még a témát. Én is köszönöm. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket. Érdekességként érdemes a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján rákeresni a köztér korábbi adásaira, hiszen akár az esti mérlekben láthatják azt, hogy Szautár Ákos a Széphő részéről mit mondott, nyilatkozott nekünk, például a költségmegosztó kapcsán, de hát volt itt nálunk korábban a köztérben a Tehepnek a vezetője, vagy akár a szövetkezet elnöke és ügyvezetője is. Hogyha kíváncsiak, akkor böngészenek, tehát itt az internetes elérhetőségünkön. Viszontlátásra, szép estét kívánok!